Benedek Elek meséi. Toldi Miklós. Nagy erejű, bátor szívű vitéz Toldi Miklósról regélek nektek, hallgassátok meg. Híres neves vitéz volt az apja is, Toldi Lőrinc, nem sok külön vitéze volt Nagy Lajos királynak. És mikor az öreg Toldi meghalt, nem feledkezett meg a királya maradványairól. Pecsétes levelet küldött Toldi Lőrinc nének, írván kegyes szívvel, hogy csak küldje fel mind a két fiát, Lőrincet is, Miklóst is Budavárába. Vitézeknek seregébe, ott van az ő helyük. Könnyes szemmel olvasta a király levelét az özvegyasszony, s mondta fiainak. Ím, írt a király ő felsége, hogy küldjelek Budavárába, vitézeknek seregébe. Örül is, búsul is ezen az én anyai szívem. Nem mondom, menjetek-e, ne, cselekedjetek szívetek szerint. Hely, örült Lőrinc a király levelének. Bizony megy ő, hogy ne menne a király udvarába, vitézeknek seregébe, ahol élhet világpompájában. Hát te fiam Miklós, mondta Miklós, aki akkor még fickó legény volt. Én itt maradok kigyelmeddel, édes jó anyám. S ám bátor nagy erős legényke volt, erősebb a bátyjánál, édesen nyájasan borult anyja kebelére, ölelte csókolta, s újra meg újra mondta. Itthon maradok, édes jó anyám. Nem is ilyen parasztos kölyöknek való a király udvara, mondta hegykén gőgösen Lőrinc. Fiam, fiam, dorgálta szelíden az özvegyasszony, nevesd meg öcséret, szívemről szakadt drága gyermekemet. Fájt Miklósnak erősen a bátyja hegyke beszéde, s ha nem hallja anyja szelíd szavát, bizony mondom, ellátja útravalóval Lőrincet. Szó nélkül ment ki az udvarra, de ott sem volt maradása, kiment a rétre, ott a csikósokkal terelgette a ménest, s haza sem tért, míg nem hallotta, hogy kevély bátyja elment Budavárába, a nagy király fényes udvarába. Hiszen őt is húzta a szíve arra felé, de szánta elhagyni őzvegy édesanyját, s míg bátyja a király udvarában pompázott, ő a réten versenyt dolgozott a jobbágyokkal, s este, ha nagy fáradtan hazament, az édesanyai csók elfelejtette vele minden búját, baját, szíve keserűségét. Telt múlt az idő, Miklós nagy legényé is erdült. Egyszer, amint a réten szénás szekereket raktak, hát uram teremtőm, arra tart az úton egy csapat csillogó-villogó ruhás vitéz, aranyos gyémántos volt a lovak kantárja, bíbor sejem a nyerek takarója. Miklósnak a szeme is káprázott a szertelen fénytől ragyogástól. Hé, paraszt! Szólította meg a csapat vezére Miklóst. Merre visz az út Budára? Haj, de a szívébe nyilallott Miklósnak ez a kevély, lenéző beszéd. Nagy hirtelen félkézzel felkapta a földről a szénakötőrudat, kitartotta egyenesen, s úgy mutatta, merre van Buda. De bezzeg ámultak, bámultak a vitézek, világ életükben nem láttak ilyen erős legényt. Mondta is neki a vezér. Nolcsém, kár neked paraszti sorban maradnod. Gyere velünk Budára, ott megbecsülik ám az erős bátor legényt. Nem megyek, járjanak békével, mondotta kurtán Miklós. Hát maradj parasztnak, mordult rá a vezér. Azzal megsarkantyúzta paripáját, a vitézek is, s egy szempillantás múlva eltűntek a nagy porfellegben. Hanem ettől fogva Miklósnak nem volt nyugodalma. Szomorú volt mindig, búsongott, kesergett magában, hogy ő is nem élhet ott a király udvarában. Ej, ha ő ott volna, bizony megmutatná, hogy nem lenne a királynak külön vitéze, mint ő. Jaj, de megörült, amikor hallotta, hogy jő haza a bátyja látogatóba. Most már ő sem marad idehaza, fölmegy Lőrinccel Budára. Az ám, csak ugyan haza is jött a bátyja, de bizony nem azért, hogy lássa az anyját s testvérét, de azért, hogy pénzt vigyen Budára, mert hát sok pénz kell a pompás vitézi életre. De még az sem volt eszében, hogy magával vigye az öccsét. No, bizony, hadd dolgozzék a paraszt, gyűjtse a pénzt neki. Szegény Miklós, mintha bunkós bottal fejbe ütötték volna, mikor szaladt nagy örömmel a bátyja elé paraszti ruhában, izzadtan, s az meg visszalökte. Félre kölyök, elpiszkolod a ruhámat! Miattad izzadok, miattad hull véres verejtékem, kiáltott Miklós, s szörnyű haraggal emelte öklét Lőrincre. Mit te még kezet emelsz rám? Ordított Lőrinc. Nesze paraszt! S arcul ütötte Miklóst. Haj Istenem, mi lesz most? Ha közéjük nem áll édesanyjuk, izzé porrá töri Miklós a bátyját. Fiam, édes fiam, csendesülj! Kérlelte az édesanyja. Miklós megjuhászodott az anyai szóra, bár szíve majd megszakadt. Hátra ment a kertbe, leült egy fa alá, s ott üldögélt búsan egymagában, törülgetvén hulló könnyeit. De Lőrinc, a gonosz lelkű Lőrinc itt sem hagyta békében.
Titkon felhergelte a legényeit, hogy bosszantsák Miklóst. No, azoknak sem kellett sok bíztatás. Jól benyakaltak abból a borból, melynek szőleit Miklós kapálta, s kővel, dárdával dobálni kezdték Miklóst, s mindenféle csúfondáros szavakkal illették. Tűrte egy darabig ezt Miklós, de ahogy egy dárda a vállát meglegyintette, hirtelen felszökött s rettentő ordítással, hogy a ház is megrezdült belé, felkapott egy malomkövet, s a legények közé lódította. No szegény Miklós, mit tettél? Úgy talált fejbevágni egy katonát, hogy az menten szörnyet halt. Gyilkos, gyilkos! Kiáltották a katonák. Fogjuk meg, nemes embert ölt meg, halálra jár! A nagy lármára kiszaladt Toldi Lőrinc is, s hogy megtudta, mi történt, bezzeg, hogy ő bíztatta legjobban az embereit. Utána, fogjátok meg! Hiszen könnyű volt azt mondani, de mire a részek katonák megmozdultak, Miklós átugrott a kerítésen, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Futott Toldi Miklós, mint az üldözött vad, árkon bokron át, s vissza sem nézett, míg annak a rengeteg nádasnak a szélére nem ért, ahol ő sokszor bolyongott gyermekkorában, madártojást keresvén. A közben sötét este lett, behúzódott a nádasba, ottan leült, s kesergett magában. Istenem, Istenem, mit tettem? Gyilkolásra vetemettem. Talán ártatlan embert öltem meg. Nem látom többet az édesanyámat, világbújdosójává kell lennem. Alig jött szemére álom, felriadott, hallotta, hogy kiabálják, gyilkos, gyilkos! Így telt el egy nap, kettő, így a harmadik is. Gyötörte az éjség, s a nagy erős búbánat. Nem mert kimozdulni a nádasból. El kell pusztulnom, kesergett magában. De így, amint így keseregne magában, megzirrenzőrren a nádas, s mire fölugorhatott volna fektéből, azt hitte, hogy nyomára találtak az üldözők, ott állott előtte az öreg Bence, az ő hűséges régi cselédjük. Hely, majd meghasadt Miklós szíve a nagy örömben. Bence bácsi, újjongott Miklós. Csak csendesen, ifjúr, suttogott Bence, mert a földnek is füle van. Mit csinál az én édes jóanyám? Ó, Istenem, mit mondjak? Éjjel-nappal hull a könnye, mint az áporeső. Lelkem, édesanyám! Megeredt a könnye, sírt keservesen. No, ifjúr, ne sírjon, no! 3 nap múlva visszamegy a bátyja úr a Budára, akkor hazajöhet bátran. Majd elfelejtik lassacskán azt az izét, hogy is mondjam, no, nem volt az igazi gyilkosság, minek hergelték. Hanem, ifjúram, sírásból meg nem élünk. Ihol küldött a nagyasszony elemózsiát, ételt, italt, elegendőt. Ne búsuljon, egyék, igyék! Na nem kellett nagy bíztatás Miklósnak, olyan éhes volt, hogy a szeme zöldet, vereset látott. Na jól van, én most visszamegyek a nagyasszonyhoz, s megmondom, hogy láttam az ifjúrat, kutyabaja sincsen. Mondja, Bence bácsi, mondja meg, hogy hazamegyek ének idején, hadd lássam még egyszer, mert nem lesz nekem ott maradásom, világgá kell mennem. Sírt az öreg Bence, hogy ne sírt volna, hiszen úgy szerette Miklóst, mintha édes gyermeke lett volna. Elbúcsúzott keserves könyhullatások közt, aztán, ahogy csak győzték öreg lábai, sietett haza, hogy jelentse a nagyasszonynak, él az ifjúr. Haj, Istenem, sóhajtozott Miklós az öreg Bence után. Miért nem mehetek haza én is vele? Lefeküdt, behunyta a szemét, de nem tudott elaludni. Fölkelt, bolyongott erre-arra mindenfelé, s egyszerre csak azon vette észre magát, hogy mindjárt kikerül a nádasból. Húzta, erősen húzta a szíve hazafelé. Ej, egy életem, egy halálom, még ma éjjel hazamegyek az édesanyámhoz. Elbúcsúzom, aztán megyek világgá. Nagyot toppantott a lábával, ahogy ezt mondotta, de hirtelen vissza is kapta a lábát. 2 farkaskölyökre talált toppantani. Hely lett erre szörnyű keserves nyivogás, s ím abban a pillanatban szembeszökik vele az anyafarkas, szikrázott a szeme a haragtól, csattogtatta a fogát. Kús te! Mordult rá Miklós, s oldalba rúgta a farkast. De bezzeg a farkas nem kullogott félre, újra Miklósnak ugrott. No, ennek fele sem tréfa! Mondotta Miklós magában, s megragadta a farkast 2 előlábánál fogvást, s labdaként lódította el, hogy csak úgy surrogott-burrogott belé a levegő. Tovább indul Miklós, gondolja, hogy most már mehet békén. Azám elé került az apa farkas is, s egyszerre 2 támadták meg. Hiszen csak ez kellett Miklósnak. Fölkapta az egyik farkast, megkerimbálóztatta a levegőben, aztán egyikkel ütötte a másikat, addig ütötte, míg nem mind a 2 kiadta a szusszát. Mit gondolt, mit nem Miklós?
Hátára vetette mind a két farkast, s úgy ment mendegélt hazafelé. Szép csöndesen bement az udvarra, fel a grádicson a tornácra, s hát ott fekszenek, alszanak a bátyja legényei. Fogta magát, s hogy a legények fölnek elhessenek, a dárdájukkal földhöz szegezte a köpönyegüket. Akkor azután lábújhegyen bement a bátyja szobájába, s a két farkast melléje fektette. Hadd lássa, tudja, hogy itt járt, s hogy kezében volt az élete. Aludj, bátyám, aludj, mondotta magában. Ne félj tőlem. Csak az édesanyját lássa, csak még egyszer ölelhesse, csókolhassa. Bement az anyja szobájába, de bezzeg Toldiné nem aludt. Az asztal mellett ült, s ráborulván sírt, kesergett magában. Lábújhegyen odalépett, megölelte, megcsókolta. Ne sírjon, édes jóanyám! Öleljen meg, csókoljon meg, lelkem jóanyám, mert én elmegyek, s ki tudja, lát-e többet. Ó, édes fiam, maradj itt! Rejtegetlek, megőrizlek, megvédlek, maradj itt! Mondta Miklós. Ereszel el, édesanyám, megyek Budára, s hiszem, hogy jó híremet, nevemet hallja nem sokára. Toldiné megölelte, csókolta kedves fiát. Eredj, fiam, eredj, segéljen az Isten! Ám amíg búcsúzkodtak, a kutyák megérezték a farkas szagot, s majd felforgatták a házat, az udvart, olyan szörnyű vonítás, csaholást csaptak. De most már igazán égett a föld Miklós talpa alatt, még csak azt sem várhatta meg, míg az anyja egy kis úti költséget szed elő. Utcu, ki a házból, az udvarból, árkon bokron keresztül, reggelig meg sem állott. Mire az álmos katonák felcihelődtek, a szomszéd vármegyében járt. Lőrincet majd megölte a méreg s a bosszúság. Jól tudta, hogy senki más nem tette ágyába a farkasokat, csak Miklós lehetett az. Megállj, kölyök, kezem közé kerülsz még! Dühöngött a gonosz lelkű testvér. No majd meglátjuk, hogy lesz, mint lesz. Ment mendegélt Toldi Miklós hegyeken, völgyeken át, síkon, rónán keresztül, s addig ment mendegélt, míg egyszerre csak Pestvárosa mellé ért. Pestvárosa mellett a temetőkertbe. Megállott, nézegette a fejfákat, s ím, amint sírról sírra megy, fekete gyászruhás asszonyt lát, aki ráborult egy sírhalomra, átölelte a fejfáját, s keservesen sírt. Megállott Miklós, nézte, mi áll a fejfán, s megszólította az asszonyt. A fiait siratja, ugye, nagyasszonyom? Istenem, de ifjan haltak meg. Az asszony fölnézett Miklósra, s azt mondta szemeit törülgetve. Ifjak voltak, szépek voltak, vitézek, s mind a kettőt megölte a cseh óriás páros viadalban. Verje meg az Isten, veretlen se hagyja ki a szegény anyákat, így megszomorítja. Aztán elmondta az asszony, hogy kis mi a cseh óriás. Budára jött, sorba hívja páros viadarra a magyar vitézeket. Még eddig mind megölte, akik vele kiállottak. Nincs is már több magyar vitéz, aki szembe álljon. Hely, dehogy nincs, kiáltott Toldi Miklós. Isten áldja meg, nagyasszonyom. Nem volt nyugta maradása, szinte futott be a városba, ment utcáról utcára, s mind azt forgatta az elméjében. Hely, ha legyőzhetné a cseh óriást. Azám, de egyszerre csak elszomorodott erősen. Se pénze, se vitézi ruhája, hogy álljon ki páros viadarra. Ej, de szeleburdi volt, hogy nem szólt annak az asszonynak a temetőben. Az jó szívvel ide adta volna egyik fiának a vitézi ruháját, kardját, sisakját. Futva futott ki a temetőbe, hát ha még ott találná. De mikor éppen a város szélére ért, úgy megállott, mintha oda cövekelték volna. Hely, kit látott? Az öreg Bencét. Jött az öreg lóháton, s kantárféken vezetett még egy szép sárga csikót, Miklós kedves lovát, a Rigót. Nyereg is volt rajta, szép aranyos nyereg, a nyeregkápában lógott egy zsákban, ugyan mi, az ő vitézi ruhája. Úgy ám, alig illant el hazúról Miklós, édesanyja útnak indította Bencét, hogy vigyen neki pénzt elegendőt, vitéznek való ruhát, lovat, kardot, mindenféle nyeregszerszámokat. De bezzeg ölelte, csókolta Miklós az öreget. Lelkem, öregem, az Isten áldja meg minden lépésében. Hát édesanyám mit csinál? Hogy szolgál az egészsége? Alig győzött felelni Bence a sok kérdésre, de aztán bementek egy csárdába. A lovakat bekötötték az istálóba, a csárdában asztal mellé telepettek, ott bor mellett beszélhettek szívük szerint. Másnap reggel felszerszámozták a Rigót. Haj, de ragyogó fényesre vakarta kefélte aranyszőrét az öreg. Fölpattant rá Miklós, s a Rigó két lábra állva táncolt ki a kapun. Végig táncolt, lejtett az utcákon, de olyan módosan, olyan szépen, hogy csodájára kicsődültek a népek. De szép dali vitéz, mondta ez is az is.
Kár érette, mondták többen. Nem féltem én, ez leveri a csehet. S futott a hír előre, futott föl Budavárába, a palotába, hogy jön egy vitéz ismeretlen, aki a cseh óriással síkra száll. Haj, megörült ennek a hírnek a király. Mert már eltelt 3 nap, s nem akadt egy magyar vitéz, aki a cseh óriással kiálljon. Az meg minden áldott nap járt fels alá az utcán, csúfolta a magyar vitézeket. Ahogy a hírt hallotta a király, nosza, egész udvari népével kiült a palota tornácára, s úgy várta, hogy mi lesz. S ím egyszerre csak ugyan megjelent a Duna partján, Pest felől az ismeretlen vitéz, s mert hogy a cseh óriás meg a Duna túlsó partján sétált, átüzent Bencével, hogy csak ne sétáljon fels alá, hanem üljön csónakba, s lendüljön át a Margit szigetre, indul ő is. Mert hát a Margit szigeten volt mindig a páros viadal. Eközben Miklós megkötötte a rigót egy oszlophoz, csónakba ült, egy szempillantás alatt átlendült a Dunán, s amint kilépett a szigetre, úgy megrúgta a csónakot, hogy az visszasiklott a Duna partjára, oda, ahonnét indult. Akkor már ott volt a cseh óriás, s kérdezte. Hát azt a csónakot miért rúgtad vissza, vitéz? Felelt Miklós. Azért, mert elég lesz visszafele egy csónak is. Bizony mondom, hogy egyikünk itt hagyja a fogát. Azt már én is mondom, vágta vissza hegykén a cseh. Ám vitézek módjára előbb kezet fogtak. Hely, ez volt csak a kész fogás. A cseh óriásnak a vér is kiserkedt a kezéből, úgy megszorította Miklós. Így fog kezet a magyar, mondta Miklós. Hiszen egyszeribe elment a cseh óriás kedve a hegykélkedéstől. Látta, hogy emberére talált. Térdre borult Miklós előtt, s úgy könyörgött, hogy kegyelmezzen meg az életének. Arannyal s ezüsttel váltja meg. Nem kell nekem sem aranyat, sem ezüstöd, mondotta Miklós. Aranyadat, ezüstödet add annak a szegény özvegyasszonynak, akinek 2 fiát ölted meg, aztán takarodj haza innen, értetted-e? Mindent ígért, fogadott a cseh óriás, s közben mentek vissza a Duna partjára, a cseh óriás csónakjához. Miklós ment elől, az óriás utána, s hát a gyáva lélek hirtelen kardot rántott, hogy orozva levágja Miklóst. Ám áldott szerencsére Miklós a Duna tükrében meglátta ezt, nagy hirtelenséggel megfordult, kirántotta kardját, s most már könyöröghetett a cseh óriás. Levágta a fejét, kardja hegyére szúrta, s úgy ment át Budára fel a palota elé. Vaj, ki lehet ez a vitéz? Kérdezte a király, amint Miklós szép csöndesen mendegélt fölfelé. Senki sem ismeri közületek? Nem ismerem, mondta ez is, az is. A királyhoz közel állott Toldi Lőrinc kérdezte őt is. Te sem ismered, Toldi Lőrinc? Nem ismerem, felséges királyom, felelt Lőrinc, s fehér volt színében, mint a fehérített vászon. Hiszen nem csoda, ha fehér volt színében Toldi Lőrinc. Nagy oka foka volt annak. Mikor Toldi Lőrinc visszajött Budára, egyenest a királyhoz ment, s álnok szomorúsággal Töbiről hegyire elé mondta a királynak, hogy az öccse gyilkosságba keveredett. Bizony, ha úgy, mondotta a király, azé lesz a jussa, aki legyőzi a cseh óriást. Hiába mesterkedett hát a gonosz lelkű Lőrinc, a király a veséjébe látott. Tudta jól, hogy az öccse vagyonára vágyódik. Nos, ha vágyakodik, győzze le az óriást. Azám csak, hogy Toldi Lőrinc inkább a maga jussát is odaadta volna sem, hogy az óriással kiálljon. Hát csak ugyan nem ismered ezt a vitézt? Kérdezte újra a király. Toldi Lőrinc még jobban elfehéredett. Nézte a vitéz formáját, csodálatosan hasonlított Miklóshoz. Abban a pillanatban a palota elejért Miklós megállt, leemelte a sisakját. De volt csuda, Budába, még a bajusza is alig serkett Miklósnak, hogy ne csodálták volna hát, hogy ez az ifjú vitéz győzte le a cseh óriást. Ki vagy, mi a neved? Kérdezte a király. Toldi Miklós térdre borult a király előtt. Toldi Miklós az én nevem, felséges királyom. Véletlen gyilkosság miatt világbújdosója lettem. Hagyd meg ifjú életemet, védj vitézeit seregébe. Mondotta akkor a király. Kelj fel, Toldi Miklós. Ártatlan vagy, tudom. De még azt is tudom, hogy bátyád, Toldi Lőrinc az oka mindennek. Hallod-e, Toldi Lőrinc? Ez órától fogvást nincs helyed vitézeim seregében, mert az öcsédhez hamis szívvel voltál. Ím a kardom, Miklós. Visel dicsőséggel. Azzal a király leoldotta a kardját, s maga kötötte fel Miklós oldalára. Így került Toldi Miklós a vitézek seregébe a királynak udvarába. Még aznap a király aranyos hintóba 6 lovat fogatott, úgy hozatta Budára Toldinét. De nem is maradt ezért adós a Miklós a királynak. Szolgálta haláláig becsülettel, világhíres vitézséggel.
Így volt, vége volt, igaz volt.